Az országgyűlés tavaly évvégi döntése alapján 2019. január 1-e után már a szerződéskötésnél kötelező az adategyeztetés. A korábbi ügyfelek pedig idén június 30-áig kereshették fel a szolgáltatókat. Ezt az ügyfelek megtehették személyesen, telefonon vagy interneten keresztül. Az elmúlt hónapokban sok ügyfél teljesítette az egyeztetést még határidőn belül. A folyamatban mintegy 4,2 millió SIM-kártya volt érintett, és ebből 3,4 millió kártya esetében sikerült a regisztráció, teljesült sikeresen, tehát azt jelenti, hogy körülbelül 800 ezer kártyát kellett lekapcsolni. A törvényi indoklás szerint Magyarország nemzetbiztonsági, bűnöldözési és bűnmegelőzési érdekei miatt volt szükség az adategyeztetésre. A személyazonosságot igazoló ellenőrzést ezentúl minden évben meg kell majd ismételni. A színvásárlás és feltöltés feltételei nem változnak, azonban darabszámban korlátozzák használatukat. Ezentúl egy magánszemélynek 10, üzleti személynek pedig 50 kártyája lehet. Azoknak az ügyfeleknek sem kell azonban aggódni, akik most lemaradtak a határidőn belüli adategyeztetésről. Nincsen jogi akadálya annak, hogy a határidő lejártát követően ezek az előfizetők, akik lekésték a határidőt, azok visszakaphassák a hívószámukat, sok esetben még akár az egyenlegüket is. A szolgáltatók azt jelezték, hogy ők erre nyitottak, és erre alakítottak ki folyamatokat. A folyamatok pontos részleteit azt mindenki a szolgáltatójától kell, hogy megkérdezze, vagy a honlapjukon tájékozódni. A lényeg az, hogy van-e lehetőség a határidő lejárta után, és mind a hívószámnak, mind az egyenlegnek a megtartására. De fontos hangsúlyoznom azt, hogy ez már csak új szerződés megkötésével realizálódhat formailag. Fontos tudni, hogy egyik szolgáltató sem keresi fel az ügyfeleket. Ha valaki bizonytalan a megkeresés valódiságával kapcsolatban, annak azt tanácsolja az NMHH, hogy vegye fel a kapcsolatot mobil szolgáltatójával.